Nem szabad elaludni, és készülni kell a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra is, hiszen... Győr eddig is élen járt az uniós források felhasználásában, és most a város hosszú távú integrált településfejlesztési stratégiája is brüsszeli forrásból készül, egészen pontosan 40 millió forintból. A 2014 és 23 közötti időszakra szóló koncepció illeszkedik az EU 2014-20-as ciklusához, hiszen a cél a stratégia minél több elemének uniós forrásokra váltása a következő években. Ez a stratégia a városrehabilitáció folytatását, a közlekedési fejlesztések folytatását, emellett az oktatási, kulturális, egészségügyi infrastruktúrának a további megújítását is tartalmazni fogja, és különös hangsúllyal fogja kezelni a város és térsége együttműködési kapcsolatait. Az új stratégia tulajdonképpen a korábbira épül majd, igaz, több elemmel ki is egészül. A tervezésnél figyelembe veszik az új uniós prioritásokat, a némileg megváltozott győri célokat, és a térségi együttműködés is kiemelt figyelmet kap. Az, hogy az Audi bővítés és fejlesztés szerencsére, hál' Istennek, nagyobb ívűre sikeredett, mint azt mi 2007-8-ban gondolni vagy remélni mertük. Az ipari park fejlődése, tehát szerencsére fejlődik a város, és ennek eredményeképpen újabb lehetőségek és gondolatok vannak. A stratégia elkészítésénél a város az államigazgatási szerveket, az önkormányzatokat, a társadalmi és gazdasági szervezeteket és a lakosságot is bevonja a tervezésbe, a koncepció állása pedig Győr honlapján folyamatosan követhető lesz. Ezen kívül a Városházán és a látogató központban ötletládákat helyeznek ki, melybe a lakossági elképzeléseket várják és gyűjtik a stratégia megalkotói.